Nagyon sok szeretettel köszöntjük a sajtó megjelent munkatársait a mai sajtótájékoztatónkon, amelynek a helyszíne nem véletlen, egyáltalán nem véletlen az, hogy itt állunk a Karmelita előtt, ahonnan az elmúlt években a migráns ellenes kampányt Rogán Antal személyesen vezényelte le. Mindannyian emlékszünk az akkori kampánynak az egyik fő üzenetére, amiben magyar nyelven üzentek a Magyarországra érkező migránsoknak: ha Magyarországra érkezel, nem veheted el a magyarok munkáját. Maga a miniszterelnök pedig szó szerint mondta a következőt, amit szeretnék szó szerint idézni: mi nem hívtunk ide soha senkit se vendégmunkásnak, se semmilyen más okból, hogy itt éljenek velünk. Tehát mi nem bevándorló ország vagyunk, és Magyarország nem akar bevándorló országgá válni. Ezt maga Orbán Viktor mondta akkor, amikor Magyarországon csúcsra járatták a migráns ellenes kampányt. Egyébként nagyon helyesen húzták föl a déli határainkon a kerítést akkor. A Jobbik következetesen képviselte azt az álláspontját, hogy Magyarországra szegény migránsok és gazdag migránsok se érkezhessenek, ezért támogattuk a kerítésnek a felépítését a déli határainkon, és akkor, amikor alkotmánymódosításra került a sor, mondtuk azt, hogy letelepedési államkötvénnyel se érkezhessenek ide migránsok Magyarországra, mert hogy mi már akkor azt képviseltük, hogy a migráció az egy rettenetesen veszélyes műfaj, ami ha elindul, azt nem lehet megállítani. Pontosan látjuk a nyugat-európai példákon azt, és ezt a miniszterelnöknek is tudnia kellene, hogy ha a migráció, a bevándorlás beindul, annak utána nem lehet gátat szabni. Mi továbbra is úgy gondoljuk, és az Európai Parlamentben is én személyesen európai parlamenti képviselőként azt képviselem, hogy a migrációnak minden formáját el kell utasítani. Azt is egyébként, amit az Európai Unió tervez a migrációs paktumban, hogy migráns kvóták alapján a tagállamok között szétosztják az európai határokhoz érkező migránsokat. Mi ezt mindig következetesen elutasítottuk, azonban úgy tűnik, hogy a Fidesz kormány és maga Orbán Viktor ezt az álláspontját revidiálta, ugyanis az elmúlt években azt látjuk, hogy Magyarországra igenis megérkeznek azok az emberek, akik elveszik a magyaroknak a munkáját, olcsón foglalkoztatják őket vendégmunkásként, az olcsó bérekkel letörik a magyaroknak a bérét, és mivel ez a folyamat beindul, és maradnak ezek az emberek, így hosszú távon Magyarországnak megváltoztatják a kulturális identitását. Ez egy óriási veszély, ez ellen a Jobbik konzervatívok következetesen és folyamatosan tiltakozni fog a migráció minden formája ellen. És látjuk azt, mert ez a folyamat beindult, hogy igenis a Magyarországra érkező vendégmunkások elveszik a magyaroknak a munkáját, hiszen karácsony előtt történhetett meg az a szégyenletes eset, hogy Makón, a Continental cégnél vendégmunkások érkeztek, magyarok még betanították őket a munkára, és utána, miután betanították az olcsóbb munkaerőt, a magyarokat elbocsájtották a Continental cégtől. Gyöngyösön, a B. Brownnál ugyanezt történt, 18 magyar takarítót küldtek el a cégtől 4 nappal karácsony előtt, azután, hogy a filipino takarítókat, akik olcsóbban dolgoztak, betanították erre a munkára. Tehát tételesen nem igaz az, amit Orbán Viktor képviselt, hogy vendégmunkások nem érkezhetnek be Magyarországra, migránsok nem érkezhetnek be Magyarországra. Orbán Viktor definíciója szerint Magyarország az bevándorló országgá változott az ő politikájuknak köszönhetően, amit mi következetesen elutasítunk. És itt szeretném ezen a ponton átadni a szót Lukács László képviselőtársamnak, a Jobbik Konzervatívok frakció vezetőjének. Köszöntök én is mindenkit, tehát nézzük is meg, hogy hol tartunk most 2024 év elején, és mit tudunk az elmúlt időszakról.
az elmúlt napokban vált nyilvánvalóvá és nyilvánossá, Comba Sándor foglalkoztatás politikáért, helyesebben betelepítés politikáért felelős államtitkárnak a szavait idézve, 120 ezer és általuk és a kormány által szívesen látott migráns munkásnak a behozataláról tudtak számot adni. Azaz azt jelenti, hogy egy év alatt 120 ezer olyan ember zömében olcsó ázsiai migráns munkás érkezett Magyarországra, legyen szó vietnámiról, mongolról vagy bármilyen más keleti dolgozóról, akik azért jöttek Magyarországra, hogy a magyar emberektől elvegyék a munkájukat, hogy olcsó bérekért dolgozzanak, ahelyett, hogy tisztességes béreket adjanak nekik. Orbán Viktornak, mint ahogy említettük, tehát a ő definíciója szerint is sikerült elérni azt, hogy Magyarország bevándorló ország legyen, hiszen mégiscsak 120 ezer idegen ember kapott munkavállalás engedélyt, és dolgozik úgy, hogy a magyar emberek azt a munkát el tudnák látni. Szintén a napokbeli hír és egy óriási csúsztatás és hazugság, amelyre szeretnénk felhívni a figyelmet, ez Orbán Balázsnak, Orbán Viktornak az egyik fő ideológusának az elmondása szerint ezekre a migráns munkásokra azért van szükség, mert ők garantálják a nyugdíjakat a magyar embereknek. És az a helyzet, hogy ez teljes hazugság, a nyugdíjasok nem azért kapnak nyugdíjat, és nem attól fognak nyugdíjat kapni, hogy Magyarországra érkeznek az olcsó ázsiai migráns munkások, hanem akkor kapnának, és akkor lenne fenntartható és jól működtethető az ország, hogyha azok az emberek, akik külföldön vannak, vissza tudnának térni dolgozni, hogyha tisztességes béreket kapnának, ha a fiatalokat nem üldöznék el Magyarországról, és hogyha azokat a cégeket, akik most stratégiai partnerségben vannak a kormánnyal, és tényleg a kormány szervezetein, a Fideszhez közeli szervezeteken keresztül hozzák be a külföldi olcsó munkaerőt, nos ezek a cégek abba hagynák ezt a foglalkoztatás politikájukat, és azt mondanák, hogy a magyar munkaerőnek, aki jól képzett, aki becsületes, aki tisztességes, Európában igenis jó minőségű munkaerő, szóval annak a magyar munkaerőnek tisztességes béreket adnának. Nekünk az a dolgunk, és a Jobbik konzervatívok az elmúlt időszakban minden eszközt megragadott, elsőként lépett fel a kormánnyal szemben, felhívva a nyilvánosság figyelmét, országjárásban voltunk, a törvényjavaslatot, amellyel próbálták módosítani a behozatalnak a szigorítását, és amely nem lett elég szigorú, azt is azért kellett meglépni, mert a Jobbik konzervatívok országjárásának köszönhetően egyre többen látták, hogy a kormány valójában hazudott erről a kérdésről. Szóval az a helyzet, hogy a Jobbik konzervatívok következetesen azon az állásponton van, hogy az olcsó ázsiai migráns munkások helyett inkább tisztességes béreket kell adni az embereknek, nincs szükség ezekre a migráns munkásokra. De most a mai napon azért vagyunk itt, hogy Orbán Viktort, a miniszterelnököt emlékeztessük a saját szavaira, emlékeztessük arra a szóra, arra a mondatra, amely az országban plakátokon mindenhol szerepelt, miszerint aki Magyarországra jön, nem veheti el a magyaroknak a munkáját. A feledékeny miniszterelnöknek ide a hivatal ezért, elé éppen ezért hoztuk el ezeket az emlékeztetéseket, táblákat, amelyeket itt most el fogunk helyezni, pontosan azért, hogy Magyarországon nem migráns munkások legyenek, hanem tisztességes bér legyen.